Nézek föl nagy szemekkel, ezek szerint már mehetünk, nagyon szuper. Sziasztok! Hát őszintén elismerem mindenkit, akinek van kitartása ebben a levegőtlen színház teremben, itt tücsörögni így a nap felében. A következő programunk egy szerintem amúgy mindenki számára érdekes témakör lesz, ugyanis a Magyar Képregény Szövetség egy zseniális tagjával fogunk beszélgetni, Miráz Istvánnal, és ő fogja nekünk elmondani, hogy ez mire is szól, és miért is van, és kik ők. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, én Mráz István vagyok, a Magyar Képregény Szövetség kulturális nagykövete. Legalábbis ezt a címet kaptam a 9. Művészet Alapítvány vezetőjétől, Szép Esztertől. Mit kell rólam tudni? Írtam már képregényt, alapvetően részt veszek a Képregény Fesztivál szervezésében, és a már említett Szép Eszterrel van egy közös podcastunk, a Képregények Titkos Élete néven, ahol képregényeket elemzünk és mutatunk be, általában olyanokat, amelyek kevéssé ismertek Magyarországon. De most nem azért vagyok itt, hogy erről beszéljek, hanem azért, hogy a Képregény Szövetségről, hát hogy bemutassam nektek a Magyar Képregény Szövetség működését. A Magyar Képregény Szövetség valamikor a 2000-es évek közepén alakult. Kezdetben úgy hívták, hogy Magyar Képregény Kiadók Szövetsége, de hát ez egy elég szűk kategória volt, és ezt tágítani szerették volna, és be akartak venni nem csak kiadókat a résztvevő tagok közé, hanem például alkotókat, vagy kutatókat, oktatókat, tanárokat. Nem tudom, mennyire emlékeztek rá, de a 2000-es évek közepe volt az első ilyen képregényes időszak, amikor Hollywood baromi sok képregény adaptációt készített, rengeteg Pókember film volt, a Nolan féle Batman filmek ekkor születtek, V for Vendetta és még egyéb alkotások. Emiatt nagyon központi helyre került a közbeszédben a képregény, de nem igazán volt emberek, meg személyek, akikhez lehetett volna fordulni. És hát a Képregény Szövetség ezzel a céllal jött létre, hogy összegyűjtse ezeket az embereket, akik tudnak beszélni a magyar képregényes kultúráról, akik szeretnének egy kulturálisan magasabb szintre juttatni a képregényt, és akikkel közösen lehet arról gondolkozni, hogy Magyarországon hogyan lehetne egy fenomenni, egy ilyen kulturális fenomenni tenni a képregényt, belerakni az akár az oktatásba, belerakni olyan módon, hogy az iskolákban például tanárok tudjanak majd használni képregényeket segédanyagként, vagy akár az egyetemeken elkezdjenek egy ilyen diskurzust róla, hasonlóan, ahogy például vannak irodalomtanszékek, létre lehetne hozni képregény tanszékeket is. Ilyenek például nyugati egyetemeken működnek jelenleg is. A már említett Szép Eszter, aki jelenleg a 9. Művészet Alapítványnak az elnöke, ami köré szerveződik voltak éppen a Magyar Képregény Szövetség. Például az első ember Magyarországon, aki doktorit írt képregényből, és ezzel szerezte meg az ő saját PhD fokozatát. Nem kis ellenállásba ütközött egyébként az ő tevékenysége. Tehát a Képregény Szövetségnek még van rengeteg dolga ezzel, hogy ő például az egyetemi oktatásban ez jobban, hangsúlyosabban jöjjön létre. A Képregény Szövetség másik nagyon fontos feladata pedig az, hogy rendezvényeket szervezzen a képregények köré, és láthatóvá tegye egyrészt a szakmabeliek, másrészt pedig a laikus közönség számára is. Ebből a két legfontosabb rendezvényünk az a Képregény Fesztivál, amit általában minden év első felében tartunk, és van a Hungaro Comics, amit az év végén általában a november-december magasságában rendezünk meg. A Hungaro Comics az általában inkább egy ilyen nagy képregényes vásárra érdemes elképzelni, hogy minden kiadó képviselheti magát, és ezek mellé bizonyos rendezvények kapcsolódnak. A Képregény Fesztivál viszont ennél egy sokkal színesebb rendezvény, ahol rengeteg programmal várjuk az érdeklődőket. Nemzetközi alkotókat hívunk el. Idén például itt volt Mahmoud Asrar, aki Marvel és DC képregényeken dolgozott, de itt volt Walter Venturi, aki egy világhíren
szinten elismert képregényalkotó, a Disneytől kezdve nagyon sok céggel a francia piacon át dolgozott, és jelenleg is nagyon sok olasz képregénynek az alkotója, rajzolója, és a felesége színezi a munkáit, valamint itt volt Ronan Touhou, aki egy francia képregényalkotó. Ebből is látszik, hogy a képregény szövetség nem csak azt szerette volna, hogyha az angol száz vagy amerikai képregényekről van szó, vagy ismerik ezeket Magyarországon, bár nyilvánvalóan továbbra is ezek a legismertebbek, és ezek dominálják a piacokat, meg hát ugye általában az embereknek ezekről van a legtöbb elképzelésük, mivel többek között azért is, mert a legtöbb filmadaptáció ezekből készül, meg ezek jutnak el, de ott van még például egy elég nagy francia piac, ott van egy hatalmas olasz piac, és ott van egy gigantikusan óriási japán képregénypiac, amiről egyébként Magyarországon egyelőre elég szűk ismeretekkel rendelkezünk. Bár például rengeteg manga érkezik be Magyarországra, ezeknek a színvonala elég hullámzó, és ugyanakkor a manga is egy sokkal összetettebb műfaj, mint ahogyan azt a legtöbben látják és szeretik. A francia képregényeket, olasz képregényeket szinte alig ismerünk, leginkább azt tudjuk róluk, hogy a franciák esetén ilyen albumméretűek, az olaszok pedig ugyanúgy ezeket a kis apró füzeteket szeretik a japánokhoz hasonlóan. De ott vannak a belga képregények, amikből itthon csak a Tintint ismerik, de emögött egy sokkal színesebb, sokkal szebb, kulturálisan sokrétűbb több évtizedes hagyománnyal rendelkező a médium minden részét felhasználó kultúra áll. Tehát ez egy elképesztő, hogy mit történnek a világon. És a Magyar Képregény Szövetség azt szeretné, hogyha ezekből az alkotásokból is egyre több érkezhetne be Magyarországra, de legfőképpen az lenne a legjobb, hogyha minél több magyar alkotót tudnánk képregényhez juttatni. És ezért például idén idéntől szeretnénk indítani egy pályázatot magyar képregényalkotók számára. Még egynek a szabályai azok kialakítás alatt állnak, de azt szeretnénk, hogyha ezekből teljes értékű és nagyobb lélegzetvédelő magyar munkák jelennének meg. Ugyanis magyar alkotók jelenleg a magyar piacon is nem nagyon észrevehetőek, mármint úgy értve, hogy a könyvpiacon, míg mondjuk más országokban elég hangsúlyos a jelenlétük. Jó lenne, hogyha Magyarországon is a magyar képregényesek és képregényalkotók egy jól látható szekcióként szerepelnének minden képregényboltban. A Képregény Szövetség ezt szeretné elérni. Illetve azon is dolgozik, hogy ne csak magának a szövetségnek legyenek pályázatai, hanem például akár az NKA-nál is lehessen képregényre pályázni, vagy más helyeken. Éppen ez ügyben is próbálunk tapogatózni, hogy itt milyen lehetőségeink vannak. Hát ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor nagyjából zanzásítva megválaszoltál minden kérdést, ami felmerült bennem menet közben. Viszont azt tudod-e, hogy ki álmodta meg ezt az egészet, hogy sikerült? Tehát ki az, aki megálmodta és eljutott a kivitelezésig? Hát a 9. Művészet Alapítvány alapítója az Bayer Antal, aki mai napig Nero Blanco Comics néven ad ki képregényeket. Magyar képregényeket, főleg régebbi alkotásokat, amiket alig ismert a közönség, ő ezeket próbálja most újra megismertetni velünk. De ami szerintem fontosabb, és amiről nem beszéltem még, az az, hogy már évek óta oszt a Képregény Szövetség egy díjat, mivel szintén szeretné növelni a láthatóságát a magyar alkotóknak, ez pedig az Alfabéta díj. Ezt minden évben kiosztjuk, jelenleg két kategóriában. Általában évről évre változnak a kategóriák. Jelenleg egy rövid, tehát kép novella és kép regény kategóriában osztjuk ki ezeket.
és ezeknek az átadása a Képregény Fesztiválon történik meg, a Korcsmáros Pál díjjal együtt, amit Korcsmáros Gábor, Korcsmáros Pálnak az unokája kezdeményezésére jött létre, és ezt azok az alkotók, vagy kutatók, vagy a képregény kultúráért sokat tevő emberek kaphatják meg, akik kiemelkedőt alkottak. Idén Kertész Sándor kapta meg, aki már több évtizede tölt be szervezői munkát, továbbá több könyvet is írt a képregényekről, és illetve azoknak a magyar alkotókra gyakorlt hatásáról, illetve magyar alkotókról. És kik lehetnek azok a képregény alkotók, akik a ti palettátokon szerepelnek, vagy szerinted érdemes lenne szerepeltetni őket, mint ajánlható képregényeknek az elkészítői, írói? Hát a már sokszor említett Szép Eszter a Petőfi Irodalmi Ügynökséggel dolgozott együtt tavaly, és készítettek egy kiajánlót közösen az Eszter ajánlatai alapján magyar alkotókról, akiket a külföldi piacokon érdemes lenne szerepeltetni, akár rendezvényeken, akár akiknek a műveit érdemes lenne megjelentetni más nyelveken. Ez letölthető a Petőfi Irodalmi Ügynökség honlapjára, és ott meg lehet nézni, akik milyen alkotók szerepelnek benne jelenleg, de alapvetően az a célunk, hogy évről évre minél több alkotót tudjunk eljutatni. Azt szeretnénk, hogyha mindenki szerepelhetne valamilyen módon, vagy időnként kiemelkedhetne ebből a piacról, és mindenkit el tudnánk juttatni valahova máshova, rendezvényekre. Tehát itt az is nagyon fontos, hogy ezeket az embereket, alkotókat el tudjuk juttatni külföldi rendezvényekre. Különös tekintettel jó lenne itt a környező országokkal kialakítani valamiféle együttműködést, mert ezt nem hinnénk el, de Lengyelországban például nagyon pezsgő képregény élet van, és olyan munkák jelennek meg, amik Magyarországon is szerintem nagyon érdekesek lehetnek. Például már meg is jelent amúgy egy, a Szépirodalmi Figyelő gondozásában az Anna Krastanynak a Szedd össze magad című képregény, ezt csak ajánlani tudom. Ezt nagyon szerettem, ezt a képregényt. És meglepően jó volt egy olyan képregényt olvasni, ami végre nem csak amerikai szuperhősökről szól, nem csak ilyen amerikai kolonista filozófiákat fogalmaz meg, hanem valami olyasmit, ami a kelet-európai életérzést képes átadni, úgy, hogy együtt tudok vele érezni, és azt tudom mondani, hogy igen, ez ilyen. És azt tudom mondani, hogy tök jó lenne, ilyen képregények lennének Magyarországon, vagy tök jó lenne magyar képregényt eljuttatni Lengyelországba, hogy hát ott is lesz valakinek egy ilyen aha érzése, hogy úristen, de jó, igen, mások is hasonlóan élték meg mondjuk az elmúlt 30-20 évet, vagy éppen a jelenüket. Most megmondom őszintén, nekem azért elég sok lemaradásom van a képregényekben, amit egy kicsit sikerült visszahúznom a legutóbbi Comic-Conon. Viszont ott, akivel nagyon nagy öröm volt beszélgetni, aki nemzetközi bestseller díjat kapott a képregényére, a Posgai Gyula, aki gyakorlatilag a saját nagyapjának a második világháborús történetét dolgozta föl. Őróla mennyit, tehát a szövetségen keresztül mennyire hallottatok erről, vagy mennyire tudtatok az ő eredményeiről? Persze, hogy tudunk a Gyula eredményeiről, tehát hogy Gyula most is részt vett a Képregény Fesztiválon több kerekasztal beszélgetésen, meg amikor még csak nem végészült el a képregénye, már a tamai Hungarokomixon bemutattuk, Kránitz Bence beszélgetett vele, szóval persze, hogy tudunk róla, mi nagyra értékeljük az alkotóinkat, és büszkék vagyunk rá, tehát Gyulához hasonlóan a Futaki Attilával, vagy Farkas Lajossal. Farkas Lajos például a magyar közönség nem annyira ismeri még, de már jelentek meg magyarul művei is, mert ő a francia piacra dolgozik alapvetően. Eddig két képregénye jelent meg magyarul. Franciaországban pedig több munkája, és ő is például nagyon lenyűgözően és jól rajzol és mesél történetet képekkel. Úgyhogy
abszolút követjük az alkotóknak. Tehát azért mondom, hogy mi nem akarunk senkit sem az útszélén hagyni. Mi mindenkire igyekszünk odafigyelni, és persze számon tartjuk azt, hogyha valakinek ilyen sikerei vannak, és ezeket bemutatjuk. És van olyan konkrét platform, ahol, hogyha most teszem azt nekem, fölmerül egy ötletem, de mondjuk tegyük fel, én rajzolni nem tudok, viszont egy történetre lenne ötletem, akkor ti tudnátok-e segíteni nekem abban, hogy ez kivitelezhető legyen? Hát ezt a pályázatot szeretnénk létrehozni. Tehát ez egy olyan pályázatnak a megalkotását tervezzük éppen, ebben vagyunk benne, ahol még nem tudom pontosan, hogy milyen, azért mondom, hogy ezeknek a feltételeknek a kidolgozásán vagyunk, de azt szeretnénk, hogyha önálló és jó képregények tudnának megszületni, olyanok, amilyeneket az alkotók szívesen látnának. Tehát azért mondom, hogy egyelőre még nem raktunk bele ilyet, hogy például ez témában valamilyen módon megkötés lenne. Tehát mi azt gondoljuk, hogy sokan szeretnének képregényt csinálni. Egyébként a már befutott alkotók közül is sokan vannak így, hogy szeretnének képregényt csinálni, csak vagy az idejük nincsen meg rá, vagy az anyagi fedezetük, vagy valami, és mi azt szeretnénk, hogy ezek az ötletek meg tudjanak valósulni. A képregény szövetség ezeket kommunikálni fogja, megpróbáljuk minden szélesebb feltekerni, hogy minél több emberhez eljusson, mert tényleg azt szeretnénk, hogyha erre sokan pályáznának, meg tényleg azt szeretnénk, ha igazán tudnánk segíteni ezeknek az alkotóknak, akiket majd támogatunk. Ez nagyon fontos dolog a képregényel kapcsolatban, hogy ez amúgy egy költséges műfaj, tehát az ilyen könyvformátumok közül ez egy nagyon költséges műfaj, nagyon sok időt igényel, amíg elkészül, nagyon sok fázison kell átmenni egy rajznak, meg egy oldalnak, mire az elkészül, azt ki kell színezni. Tehát egy alkotótól ez rengeteg időt kíván, rengeteg kitartást. Tehát nekünk pont azt látjuk azért, hogy a múltban voltak olyan alkotók, most név nélkül, akiket nagyon szeretett a közeg, nagyon jó képregényeket csináltak, de például egy ponton feladták, és nem folytatták, mert egyszerűen annyi idejük ráment, ami mondjuk az életükben komoly problémákat okozott, van is, akik emiatt traumatizálódtak. Szóval az a képregénybe belefogni, ez egy elég komoly dolog, és mi azt szeretnénk, hogy a jövőben ne legyen az, hogy embereknek azt mondjuk, hogy már pedig én többet nem rajzolok képregényt, mert rámegy az életem, hanem azt szeretnénk, hogyha az lenne, hogy csinálok képregényt, mert az az életem, és mellette meg tudnak, mint egy ilyen karakter, egy karrierként tudnak erre gondolni, akár. Igen, ez sajnos főleg szerénk is hazánkban, nem csak ezen a területen van így, hogy az embernek az élete ideje pénzre elmegy, és talán befut, talán nem. De tehát, viszont gondolom, nálatok is működik a Segíts, hogy segíthessünk elv, tehát valószínűleg valahogy lehet támogatni ezt a szövetséget, hogy többet tudjon befektetni az alkotóknak a segítésébe. Hát igen, a rendezvények többek között ezt is szolgálják, tehát hogy a rendezvényekből próbáljuk fedezni a különböző, egyrészt a tevékenységünket, másrészt már a jövőben szeretnénk megvalósítani. Meg hát a maga a szövetség is szeretne minél aktívabban pályázni azokon a felületeken, ahol lehet. Még egyelőre nem lehet minket ilyen adó százalékokkal támogatni, meg hasonlókkal, de reméljük, hogy ami késik, nem múlik. De minél többen jönnek el a rendezvényeinkre, annál jobban elősegítik a szövetség működését, és ezzel áttételesen pedig a magyar képregény kultúrának a fejlődését. Hát akkor ezeket egy kicsit hype-oljuk be. A következő rendezvény pontosan mikor lesz, hogyha ennek már van konkrét dátuma és helyszíne? Még nem tudok a konkrét dátumot, és most szerintem a helyszínünkkel is gondoljunk, mert ahol tavaly tartottuk, az most hát be kellett zárnia. De idén decemberben, vagy november-decemberben, ahogy mondtam, a Hungaro Comics az várható,
És nyáron pedig, én most úgy tudom, hogy augusztusban lesz, és ez a West Endnek a tetőteraszán szokott lenni, ez a képregény terasz nevű program. Ez a képregény szövetség egy viszonylag új programja, ez a harmadik ilyen program, vagy ez a második alkalom, azt hiszem, hogy megrendezésre kerül. Ez egy ilyen nyári vásár, amit ilyenkor tartunk, itt ezeknek is vannak kulturális kísérőprogramjai, és ez meglepően jól sikerült, ez egy némileg egy ilyen a Covid idején egy ilyen kicsit kompromisszumos megoldásként jött létre először, mert ugye nem lehetett rendezvényeket tartani nagyon sokáig, ezért elmaradt a képregényfesztivál, nem tudtuk megtartani, és úgy volt, hogy azért most már nagyon régen nem volt semmilyen összejövetel, úgyhogy legyen egy ilyen képregény terasz, és ezt a Demus Zsófi, aki szintén az egyik oszlopos tagja a képregény szövetségnek, megszerveztem. És mind a kiadók, mind az alkotók, mind a vásárlók szempontjából ez egy nagyon jól összejött dolog lett. És ezért úgy gondoltuk, hogy idén is megtartjuk újra, úgyhogy ez idén augusztusban lehet számítani, és mondom, ez a West Endnek a tetőteraszán szokott lenni, tehát limonádékat szürcsölve, meg némi sört fogyasztva, közben lehet képregények között válogatni, vásárolni, illetve különböző képregényekkel kapcsolatos beszélgetéseket hallgatni ott egy színpadon. Hát reméljük, hogy minél hamarabb kikerül platformokra, hogy ez mikor lesz pontosan. Viszont most így eszembe jutott egy olyan kérdés, hogy kiadókból mennyivel vagytok így kontaktban, akik felé tudtok továbbítani? Hát a kiadókkal folyamatos kapcsolatban vagyunk, mert milyen értelemben gondolod? Hogy mennyi kiadó van, akikkel jelenleg ti kontaktban álltok? Hú. Vagy hogy kik azok a főbb kiadók? Akkor inkább elég, így kérdezem. Elég sok kiadó van. Magyarországon képregény kiadás az nagyon érdekesen működik. Egyrészt azért, mert mondottam, volt egy előre, így a könyvesboltokban is ez egy ilyen nagyon furcsa, tehát időnként vannak boltok, ahol egész polcokat kapnak, meg egész sorokat kapnak a képregények, máshol meg így el vannak dugva egy oszlop aljába, és akkor úgy kell őket így megkeresni, összevadászni. De ennek ellenére vannak nagyobb kiadók, tehát akik elkezdtek elég nagy címeket pörgetni, főleg a 90-es évek nagy amerikai, kora 2000-es években nagy amerikai címeit pörgetik ki. Amúgy egyébként nagyon jó, mert ezek hiánypótló dolgok, ugye ezeknek már rég meg kellett volna jelenniük magyarul, és most végre teljes fényükben, ilyen deluxe kiadásokban elérhetőek és megvásárolhatóak. De ugyanakkor van nagyon sok kis kiadó, sőt, nagyon sok alkotó maga kiadó, mert ő maga adja ki a saját munkáit. Épp, mint például általad is említett Pilc Roland, például ugye, mert beszélgettünk itt a beszélgetés előtt is már odakint. Szóval, hogy a Roland is ugye önmagának adja ki a képregényét. Vannak kisebb kiadók, akik nem olyan nagy példányszámban, de olyan dolgokat hoznak ki, amik viszont szintén hiánypótlóak, csak máshogyan, és esetleg nem annyira mainstreamek, de jó, hogy megjelennek. És vannak olyan irodalmi kiadók, amik képregénnyel is foglalkoznak, vagy van például egy ilyen képregényes águk, és akkor mondom, vannak a nagy kiadók. Azért nem neveznék meg senkit, mert egyrészt nem tudnék elmondani mindenkit, és nem szeretnék kiadni senkit sem, mert a teljesség igénye az azért fontos. De tényleg, tehát ennek örülünk, hogy nagyon sok asztalra van szükség minden egyes fesztiválon, meg ilyen teraszon, és számon kell tartani, meg van, aki nem is egy asztalt kér, mert az jó, mert sok, az azt jelenti, hogy sok árulja vagy terméke van, amivel várni tudja a vásárlókat. És hát hasonlóan, mint itt azért persze, ott is van erre a képregényes kultúrában is elég nagy jelentősége van az ilyen különféle bábuknak, meg kiegészítőknek, és még az ilyen fajta árusok is megjelennek, tehát velük is kapcsolatban. Tehát ez mondom, hogy elég széles kapcsolatban állunk a közeggel, és igyekszünk mindenkit bevonni
mert mi nem igazán látjuk értelmét annak, hogy kicsinyes összeveszések legyenek, vagy valamilyen ilyen, nem tudom, elitista szemszögből egyes embereket kihagyjunk belőle, vagy egyes műfajokat, vagy adott esetben egyes címeket, mert ennek nincs értelme. Tehát egy kultúra akkor virágzik, hogyha az minél terevélyesebb és minél több dologban benne, és amúgy sem tudjuk azt szabályozni, hogy a közönséget mi érdekli, vagy mi az, amire lecsap, és ezért jó, hogyha tényleg mindenkivel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és ez érdekünk is, és egyébként is szeretünk mindenkit. Tehát mindenkit szeretünk, és tényleg mindenkit üdvözlünk. És tényleg mi is néha meglepődtünk, hogy megjelent akár egy új kiadó, vagy egy új alkotó, és jártunk, hogy nem teljesen tudjuk, hogy ez micsoda, tehát mi meglátjuk, hogy mi lesz belőle, és aztán azt láttuk, hogy azt a mindenit, tehát mára meg ő a legeladottabb, vagy a legnagyobb érdeklődésre számot tartó cím. És ezt nem tudtuk, de örülünk. Meg annak is örülünk, hogy a mi rendezvényünkön szerepel, hiszen hogyha ő eljön, akkor eljön az ő közönsége, és az ő közönsége valószínűleg találkozik más alkotókkal is, és megismerhet más dolgokat is. És ez nagyon fontos nekünk. Tehát gyakorlatilag abszolút próbáltok pártatlanok maradni, és mindenkit a lehető legpozitívabban megítélni és segíteni, amennyire lehet. Viszont így, hát még van 2,5 percünk körbelül, úgyhogy igazából arra kérdeznék rá, hogy milyen platformokon lehet titeket megtalálni. Tehát aki úgy érdeklődne, kérdezősködne, vagy csak kíváncsi lenne rátok alapból, hogy mikor mi történik, hol lehet titeket megtalálni? Az MKS-nek van Facebook oldalam. Tehát ott a Magyar Képregény Szövetségre kell keresni a Facebookon, illetve van a képregényszövetség.hu nevű weboldalunk, ott vannak fent a legfontosabb hírek, meg sajtóanyagok, illetve a működésünknek az alapelvei. El lehet olvasni ott is, hogy kik az alfabéta díjazottak, ezekben remek címek vannak, és nem csak azok között, akik nyertek, hanem magukon a shortlisteken is szerintem remek címek szerepelnek, szóval ezeket érdemes böngészni, hogyha valaki érdeklődik a magyar képregények iránt. Ezen felül a Képregény Fesztiválnak is van weboldala, ez a fesztivál.képregényszövetség.hu, illetve Instagram oldala is van az MKS-nak és a Képregény Fesztiválnak is, ahova rendszeresen rakunk fel sztorikat, meg hát megjelenéseket is szoktunk ott promózni, de leginkább a rendezvényeinket. Igen, ezeken a felületeken, tehát mindenhol jelen vagyunk. Talán még Tumblr oldalunk is volt valamikor, de erre nem vagyok biztos. Őszinte leszek, arról már régen hallottam a Tumblr-ről. Bár azt tudom, hogy még létezik és működik, de mondjuk egy etnikai analfabéta vagyok rajta. Én még mindig fenn vagyok a Tumblr-ön. Mondjuk szerintem nekem még MyVip oldalam is megvan. No, hát igazából alig bő fél percünk maradt, úgyhogy én szeretném nagyon-nagyon szépen megköszönni, hogy eljöttél és meséltél nekünk a Magyar Képregény Szövetségről. És nagyon-nagyon sok sikert szeretnék kívánni a további munkátokban, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy van, aki foglalkozik a tehetségekkel, és foglalkozik a feltörekvő képregény alkotókkal, mert nekem az, megmondom őszintén, tényleg egy nagy meglepetés volt, hogy ennyire sokan vannak még, akiknek van lehetőségük feltörni, úgyhogy Mirez Istvánt hallhatok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm szépen a kívást.